Köszöntöm Önöket, ez az Országház, az RTL Klub parlamenti magazinja. Hosszú idő után ismét aláírásgyűjtéssel kikényszerített népszavazást rendeznek Magyarországon. A kérdés arra vonatkozik majd, hogy kaphassanak-e automatikusan vagy komoly könnyítésekkel kettős állampolgárságot a határon túl kisebbségi helyzetben élő magyarok. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 340 igen, nem és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta. Minden frakció rábólintott a Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére a parlamentben. Mivel a 274 ezer aláírást még augusztusban hitelesítette a választási bizottság, a törvény szerint az országgyűlésnek nem is volt mit mérlegelnie, ügydöntő népszavazást kellett elrendelnie. Számunkra egy kis biztatást nyújtottak a tekintetben, hogy Magyarország mégiscsak lehet, hogy jogállammá válik. A Világszövetség számára sikert hozó parlamenti szavazás azt jelenti, hogy ha az összes választópolgár több mint negyede igennel felel a feltett kérdésre, tehát azt akarja, hogy a határon túli magyarok közül azok, akik kérik, meg is kapják a magyar állampolgárságot, akkor az országgyűlésnek ilyen tartalmú törvényt kell hoznia. A rendszerváltás óta az ötlet visszatérően merült fel. Legutóbb 2001 tavaszán, mielőtt az Orbán kormány lezárta volna az uniós tárgyalásokon a bel- és igazságügyi együttműködésről szóló fejezetet. A kedvező politikai helyzetet segítette, hogy az országgyűlés akkor 3/2 törvényt is elfogadott, így az állampolgársági, a menedékjogi és a bevándorlási törvényeket. A hivatalos magyar politika azonban elvetette a határon túliak jogainak növelését, mondván, etnikai diszkrimináció, hogy a szomszédos országok egyes polgárait másként kezeli az itteni kedvezmények juttatásánál az állam. Akkoriban a kedvezménytörvény miatt európai rosszallások erősödésétől is tartani lehetett, ez is az ötlet elvetése mellett szólt. A főérv akkor az volt, hogy a térség országainak uniós tagságával úgyis megszűnnek a határok, így az ötlet megvalósítása is felesleges. A Fidesz szónoka most azonban azt mondta, eljött az idő a cselekvésre, mert a világ magyarsága már nagyon várja a pozitív döntést. Türelmetlenül vezérszónoka úgy fogalmazott, hogy eljött az ideje annak, hogy megoldjuk ezt a nagyon fontos kérdést. Föltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon mi történt az elmúlt időszakban, amitől ezt lehet mondani, hogy eljött az ideje annak, hogy erre a kérdésre válaszoljunk. Kétségtelen, tisztában vagyunk azzal, hogy van még két ország, Ukrajna és Szerbia, Montenegro, amelynek az Európai Uniós tagságával az előttünk álló belátható időszakban reálisan nem számolhatunk. Igaza van Pokorni Zoltán képviselő úrnak, amikor azt mondja, hogy ez a két ország, ahol talán a legtöbb probléma merül fel a határon túli magyarok helyzetét illetően. Azonban föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon az állampolgárság segíti ezeken a problémákon. Vajon, hogyha Ukrajnában élő magyaroknak állampolgárságot és magyar útlevelet adunk, akkor jobban fognak élni? Vagy vajon komolyan gondolhatjuk azt, hogyha Vajdaságban, mint hogy valóban nagyon komoly agresszió és atrocitások jelentkeznek magyarokkal szemben, hogyha magyar útlevelet fognak lobogtatni, akkor megszűnnek ezek atrocitások? Ez nyilvánvalóan illúzió. Én úgy gondolom, hogy ezekre a nagyon komoly problémákra egészen másod kell a válaszokat megkeresnünk. Tekintettel... Sok veszélyt is rejt magába egy ilyen népszavazás. Nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy nemzetpolitikai szempontból mennyi veszélyt rejthet az, hogyha a magyar állampolgárok nem mennek el kellő létszámban erre a népszavazásra. Mennyi veszélyt rejt nemzetpolitikai szempontból az, hogy elmennek, de leszavazzák. Ha önök jártak Kárpátalján, Délvidéken, Erdély kis falvaiba, hogy hány atrocitás éri az ott élő magyarjainkat, ki fog szembenézni azzal az érvel, hogy egy eredménytelen népszavazás után a nacionalisták szembesítik a magyarjainkat azzal, hogy ti nem kelletek otthon. Ezért a politikának iszonyú nagy a felelőssége.